Szépek, csinosak, izmosak, szinte tökéletesek. A fitness modelleket a közönség a színpadon látja csak, de mindemögött kőkemény edzés, diéta és nem utolsó sorban profi stáb áll. Noémi tavaly ősszel a pécsi Szakács Team fitness modell válogatójára jelentkezett, azóta a csapat tagja. A sportolók a szezon előtt ingyen kipróbálhatták, hogy milyen színek, fazonok állnak jól nekik. Kis Csilla, aki maga is versenyzett a csapat tagjaként, erre az alkalomra felajánlotta szalonját, hogy a Budapestről érkezett szakemberek ott készíthessék el a lányok sminkjét és frizuráját. Körülbelül egy hónapja készülünk az őszi szezonra. Először október 1, illetve 2-vel fogunk indítani Pesten, illetve Szegeden, és utána október 8 a VAB-ba, szintén Pesten, aztán, hát nyilván még utána vannak versenyek, de majd kiderül, hogy hogy fogom bírni. Látom magam kicsit más oldalról, milyen, amikor a hajam meg van csinálva, milyen egy erősebb smink, és hogy milyen jól tud állni az embernek, mikor tényleg úgy készen van. Dominika a jövő ősszel versenyez majd bikini fitness junior kategóriában. Volt már olyan, hogy sminkmodellkedtem, de nem versenyhez, hanem kicsit más kategóriáin, extrémebb. Lilla is szép eredményeket ért már el fitness modellként, de a tanulás most előrébb került a fontossági sorrendben. Én megyek ezután egy fotózásra, ami lehet, hogy majd egy újabb karrier kezdetét fogja elindítani, úgyhogy most jelenleg arra fogunk készülgetni, sminkelgetni, hajat csinálni, úgyhogy nagyon izgatott vagyok. A lányok edzés programját és étrendjét Szakács Sándor állítja össze. Mint mondja, a fitness versenyeken az összhatást pontozzák. A jó frizura, az előnyös smink és a megfelelő bikini legalább olyan fontos, mint az izomzat és a pózok pontossága. Fú, hát ez egy óriási felajánlás a Faludi Ágiék részéről, hogy megcsinálják a lányoknak a versenysminkjüket, és így legalább akkor arra már nem lesz gondunk a színpadra lépés előtt, hogy milyen jellegű sminkek legyenek. Hát én azt várom, hogy ez egyértelmű, hogy jó lesz, mert ugye az Ági már nagyon-nagyon sok sminket csinált, meg annó a versenyzőimnek is mindig nagyon jó megcsinálta. Hát innét, ha kész a smink, kész a haj, akkor a lányok mennek portfóliófotózásra. Tehát ez pont a legjobb kor jött nekünk. A fitness modellben nagyon fontos az egység, tehát az egy egységcsomag. Hogyha van, akinek a haja, illetve a sminkje nem megfelelő, vagy nem előnyös, ugye hát ezt a jó sminkes meg tudja állapodni, az pont levonásokkal is járhat, helyezésekkel is járhat. Noémi már nagyon készül az őszi versenyekre. Fontosnak tartja, hogy minden szempontból profi kezekben legyen. Mindenképp segítenek, tehát profi sminkesek, profi fodrászok dolgoznak velünk, illetve ugye a barnítósok. Az már egyéni dolog, hogy ki szeretné magának megcsinálni, nyilván kinek hogy fér bele anyagilag. Egyébként én is megfontoltam, de azért más, mikor ott vagy azon a napon, általában Murphy törvény nem sikerül, úgyhogy ebben nem szeretnék beleesni. A Szakács Team 3 sportolója versenyez majd az őszi szezonban. Győzelmet várok egyértelműen mindenkitől, és remélem, hogy a Hellstab Lilla, aki nincs itt, ő megszerzi az áhított profi kártyát is az idén. Nem csak a lányok, hanem edzőjük is elégedett volt a végeredménnyel.